Ez a Hír 18, a járság híradója 18 településről 18 órakor. Jászárok szállás képviselőinek kérdéseire válaszolt a térség országgyűlési képviselője az önkormányzati testület legutóbbi ülésén. A felhívások és tájékoztatások ellenére nagyon sok a baleset a járságban. Megjelent a 32. jársági évkönyv. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a jársági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at látják, pénteken 18 településről 18 órától. Van esély a köztisztviselői illetményalap emelésére? Csökkentető a várólista a Jászberényi Kórházban? Lesz anyagi forrás a városi beruházások finanszírozásához? Hol tart a Jászárokszállási általános iskola bővítésének folyamata? Számos kérdést intéztek a település képviselői az önkormányzati testület legutóbbi ülésén a térség országgyűlési képviselőjéhez. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Pócs János urat, országgyűlési képviselő urat. A Jászárokszállási önkormányzat december 5-én csütörtökön tartott testületi ülésének felvezetéseként a tanácskozásra érkezett országgyűlési képviselőnek tehették fel kérdéseiket a települési képviselők. Híradásunkban most ezeket foglaljuk össze. A köztisztségviselőknek a alapilletménye gyakorlatilag évek óta, de azt hiszem mondhatom azt, hogy évtized óta változatlan 38.500 forintos összegbe van megállapítva. Arra lennék kíváncsi, hogy a kormány mikor rendezi a köztisztségviselői alapilletményt. A jelenleg folyó költségvetési tárgyalásban ebbe személyesen én nyújtottam be a kormány felé költségvetési módosító indítványt. A képviselő hangsúlyozta, hogy az emelésre szükség van, ahogy szükség volt az egészségügyben, a rendvédelmi szerveknél, az oktatásban és más területeken is a bérek emelésére. Reményét fejezte ki, hogy a kormányzat támogatni fogja javaslatát. Amennyiben a gazdaság ereje, amire minden pozitív előrejelzés megvan a következő évben, illetve amennyiben a brüsszeli pénzek megérkeznének, akkor a legelső lesz a köztisztviselők bérének a rendezése. Most tárgyalási szinten itt tartunk. Fehér Lászlóné a Berényi Kórház, illetve szakrendelések elérhetőségének problémáiról, a várólisták csökkentésének lehetőségeiről kérdezte a képviselőt. Van-e valami terv vagy intézkedés folyamatban a Jászberényi Kórházzal, kórház fejlesztésével kapcsolatban? Tudomásom szerint szakrendelések nem teljes munkanapokon, nem minden munkanapokon elérhetőek. Hozzátette, a várólisták növekedése miatt a magárendelések igénybevételére kényszerül a lakosság. Pócs János szerint jelenleg több orvos dolgozik a Berényi Kórházban, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ezzel együtt az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az orvosbérek emelésével növekedett az orvos hiány is. Egy 50-60 év körüli orvos azt mondta, hogy ugyanazért a bérért, amit most dolgozik, évekkel ezelőtt, a béremelés előtt nagyon sok ügyeletet vállalt. Vagyis sokkal jobban el volt végezve a munka. Most azt mondja a béremelés mellett, hogyha csak a munkaidejét letölti, akkor is megvan ugyanez a bére. Sajnos ez egy komoly dilemma, de akkor is így van. A tény, hogy több orvos dolgozik ma, a Szent Erzsébet kórházom egész biztos, mert ezt más ügyből kifolyólag már megkérdeztem, akár az ágazatban, egészségügyi ágazatban, akár orvosként, ezzel együtt jelentős a várólista, és most is jelentős az orvos hiány. Mindent megtesznek azért, jegyezte meg, hogy minél több orvos térjen vissza a hazai egészségügybe. Az esetenként előforduló munkaerőhiány kezelésére pedig a doktorok átvezényelhetőségének intézményét vezették be. A kórház elérhetőségét pedig igyekeznek infrastruktúrális beruházásokkal fejleszteni. Mindent meg fogunk annak érdekében tenni, hogy akár infrastruktúrális szempontból, akár pedig személyzeti szempontból a kórház az közmegelégedésre szolgáljon. Az uniós fejlesztési támogatások befagyasztásának ellensúlyozására az önkormányzati fejlesztések finanszírozásának alternatív tervéről érdeklődött Bordás Péter képviselő. Pócs János véleménye szerint az uniós pénzeket az ország migrációval, a határkerítéssel és gettókkal kapcsolatos álláspontja miatt fagyasztották be. Mégsem fognak engedni. Egészen biztos, hogy ebből a feltételből mi csak azért, hogy az uniós források megnyíljanak, mi nem fogunk engedni.
ahogy nagyon sok országgal szembe össze lehet hasonlítani Magyarország közbiztonságát és biztonság hangulatát egyáltalán, hogy mi van Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, meg Görögországban, vagy mi van nálunk, mi ebből nem fogunk engedni semmilyen körülmények között. A fejlesztések finanszírozásához az országgyűlési képviselő szerint ezzel együtt is a hazai gazdasági teljesítményből eredő tartalék, illetve úgy vélte, az egyéb forrásokból érkező hitelek megfelelő hátteret biztosítanak. A szakma jelezte már önök felé, hogy ebben vagy egy határidő kitolást, vagy valamiféle anyagi erőforrásokat tudna biztosítani az állam az önkormányzatoknak. És ez nem csak jászárokszásnak a problémája, hanem akár több más jársági településnek is a problémája. A strandfürdők üzemeltetésének szabályváltozásairól, illetve azok közvetlen hatásairól is érdeklődött a képviselő. Pócs János szerint a biztonságos üzemeltetés és az egészségmegőrzés szempontja volt a legfőbb mozgatója a rendeletmódosításnak. Megerősítette, hogy jászárokszálláson szükség lesz a strand korszerűsítésére, ugyanakkor ehhez már jó alapot teremt a városban előkészített új kútfúrása. De az iskolánk bővítése, hát örömteli, hogy erre szükség van, mert több gyerek született árokszálláson, és azt szeretném kérdezni a képviselő úrtól, tudom, hogy támogatja, hogy ennek a folyamata hol tart most. Az iskola felújításával kapcsolatban a múlt héten volt a megyei közgyűlésnél egy megbeszélés, és én azt tudom, hogy az iskola felújítással kapcsolatban, hogy a tervezés megvan, az megy a saját útján, hogy most a kivitelezés mikor kezdődik, azt nem tudom megmondani, de azzal semmi probléma nincsen, megy a saját útján. Az országgyűlési képviselő hozzátette, igaz, hogy a pontos kivitelezési dátum még nem ismert, de azt reméli, hogy minél előbb megindul az építkezés és megvalósul a Széchenyi István általános iskola bővítése. A városi képviselőtestület decemberi sorosülésének döntéseiről, a tanácskozáson megvitatott témákról híradónk jövő heti adásaiban számolunk be. A felhívások és tájékoztatások ellenére nagyon sok a baleset a járságban. Csak az elmúlt két hétben 20 esetben intézkedtek a rendőrök. Gyorshajtás, ittas vezetés és a megváltozott útviszonyok figyelmen kívül hagyása is a kiváltó okok között szerepel. Ennek okán a finn módszeres szondáztatás mellett Mikulás akcióval hívta fel a figyelmet a Jászberényi Rendőrkapitányság a passzív biztonsági eszközök használatára december 5-én. Az elmúlt két hétben a járságban a közlekedés rendészet munkatársai 20 közlekedési balesetnél intézkedtek. 13 esetben a szabályszegések következménye csupán dologi kár volt, de a balesetek közül 2 könnyű, 3 súlyos sérüléssel, 2 esetben pedig halállal végződött. A fő baleseti okok között élen járó gyorshajtás 5 anyagi káros és 2 súlyos sérüléses eseményt eredményezett, egy esetben ittas volt a károkozó, az elsőbség meg nem adása miatt 3 anyagi káros és 1 súlyos sérüléses baleset következett be, kanyarodási szabályben nem tartása miatt 2 baleset született, és több esetben szerepelt a bevásárlóközpontok közelében szabálytalan előzés, tolatás, de vadon élő állat is okozott bajt. Ezen kívül a rendőrök több olyan anyagi káros balesetnél is intézkedtek, melyeknél elég volt a jogi felvilágosítás, a kárrendezésben segítségnyújtás. Örvendetes, hogy valamennyi eseménynél azt megállapították kollégáim, hogy a biztonsági övet mindenki használta, tehát így is ezzel megelőzve a súlyosabb kimenetelű balesetet. Itt a téli időszakban a balesetek jellemző okai a pályaelhagyással járó balesetek, melyek ugye azért következnek be, mert a megváltozott út és látási viszonyokhoz nem megfelelően alkalmazkodnak a járművezetők. A hőmérséklet csökkenésével a nedves, csúszós, kötpárás úttesten megnő a jármű megcsúszásának a veszélye, különösen fékezéskor, valamint útkanyarulatban történő haladáskor. Ilyenkor a járművezetőknek óvatosabban kell a jármű gyorsítását vagy lassítását elvégezni, a fékpedált különös gondossággal kell kezelni. Mivel az esetek jelentős részében kidomborodik, hogy az autóvezetőket minduntalan figyelmeztetni kell a megváltozott időjárási körülményekre és a figyelmesebb közlekedésre, így december 5-én reggel délelőtt egy pozitív prevencióval is próbálkoztak a jászberényi rendőrök. Ellenőrizték a járművek műszaki állapotát, a téli időjárás, a felkészítésüket, a biztonsági övek, gyermekbiztonsági eszközök használatát, és nem utolsó sorban az ilyenkor kötelező alkoholteszteres ellenőrzés sem maradt el. Elfogadnak a Jászberényi Rendőrkapitányság nevében, Mikulás alkalmából.
És ha mindent rendben találtak, akkor egy kis pozitív megerősítést is kaptak a felkészült autósok, többnyire gyermekei. Mennyire tartja fontosnak ezeket a passzív biztonsági eszközöket, amiket használni kéne nap mint nap? Nagyon fontosnak tartom, szerintem enélkül nem lehet elindulni, és nem is kell elindulni. Nagyon sok a baleset mostanában az elmúlt napokban, ön szerint mi az oka? Nyilván itt az ünnepek, mindenki nagyon siet, az utolsó pillanatban kapkod. Nyilván az időjárás is, csúszik az út, nagyon sok ember szerintem nem készült még fel rá, és még valaki még nyári gumiban indult el. És szerintem ez mind, ez a sok körülmény lehet az oka. Szerintem nem választják megfelelő sebességet az útviszonyoknak, meg nem figyelnek oda rendesen egymásra az emberek. Nagyon örülünk ennek, ez egy jó tulajdonság önök felől igazából, biztonságot pedig használni kell minden alkalommal. Balesetmentes közlekedést és kellemes ünnepeket kíván a Jászberény Városi Balesetmegelőzési Bizottság. Az ünnepek alatt se feledjék, hogy mindenkit hazavárnak, ezért mindenki vezessen óvatosan! Megjelent a 32. jászsági évkönyv. A kiadvány bemutatóját ez alkalommal a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban tartották meg. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Megérkezett a Mikulás a jászságba is. Jászfényszarún Mikulás vonattal mulathatták az időt a helybéliek. Jászárok szálláson hinton járta körbe a város utcáit a nagyszakálló. Rövid híreink következnek. Ebben az évben is megérkezett a Mikulás vonat Jászfényszaru városába. A különleges járat december 5-én egész nap rótta a város útjait meglátogatva oktatási és szociális intézményeket. Kicsik és nagyok egyaránt örülhettek az önkormányzat segítségével évről évre elinduló szerelvénynek. A Napfény óvoda volt a kiinduló pontja most is a városnéző túrasorozatnak. Az ovisok mellett azonban a kisiskolások, az idősek, illetve késő délután minden helybéli gyermekes család számára helyet biztosítottak a kellemes karácsonyváró élmények reményében a Mikulás járaton. Sok tucatnyi kisgyermekes család várakozott nagy izgalommal december 5-én késő délután Jászárok szálláson a Városháza udvarán. A városi Mikulás ugyanis ebben az évben is a hivatal udvarára futott be hintóján. Most is eljöttem hozzátok! Tegye fel a kezét, aki már nagyon várt engem! A zsákszámra előkészített szaloncukor azonban csak úgy nem kerülhetett a gyermekekhez. Annyit tegyetek meg, hogy köszöntsetek bennünket közösen egy dallal! Hangosan, jó? Mert én már nagyon... Ó, a sumpája, ég a cipője, leng a szakálla, zsák, zsák, teli zsák, pirosan maradják. Nem is maradt el a rengeteg jó gyermek jutalma. A puttonyból előkerült az édesség, a csoki és a cukorka, de jó mélyre elrejtették a virgácsokat. Amikor pedig már mindenki megkaphatta jutalmát, a hintó folytatta útját, hogy egészen estig bejárja a város szinte minden pontját, jó gyermekeket keresve és megajándékozva. Nem adom fel nap címmel a Fogyatékos Emberek Világnapján a Szent István körút egymi felhívására 15 jászberényi vállalkozás csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, mely egy napra lehetőséget biztosított a diákoknak, hogy kipróbáljanak néhány foglalkozást. Háfrasóti Bernadett ötlete nyomán Bíró Adrien szervezésében indult el a Nem adom fel nap megvalósítása, mely lehetőséget biztosított a fogyatékkal élő diákoknak, hogy gyakorlatban is kipróbáljanak néhány foglalkozást. Anita és Bence a Puncs cukrászdában pincérkedtek egy kis segítséggel. Az előkészített rendeléseket kedvesen szervírozták a vendégeknek. Mit kellett itt ma csinálnod? Segíteni a takarításba, pakolásba. Dobozokat hajtogattunk. És még kiszolgálni is kellett? Igen. Így van. Melyik tetszett ezek közül a legjobban? Nekem mindegyik nagyon tetszett. Van terved, hogy később akár ilyen munkakörben elhelyezkedj? Igen. Akár ide is? Igen. Ez a program rávilágít, hogy a társadalom egészének türelemmel és empátiával kellene elfogadnia a fogyatékossággal élőket.
Jászberényben 15 helyre mentek el ma a gyerekek. Van, aki egész napot lesz azon a helyen. Próbáltunk minél több gyereket megmozgatni, és hogy minél többen részt vegyenek ebből a programból az iskolába. Illetve akik ott maradtak is, azoknak is volt egy ilyen megmozdulásuk. Egy Grund című számot elénekeltik a gyerekek, és abból készült egy videó, ami megtekinthető az iskolának a Facebook oldalán. Miközben Anita és Bence a süti illatban igyekezett élményeket szerezni, addig Máté és Viktor a pizzasütés rejtelmeit kutatta a főtéri palotában. 6 pizza fér amúgy ebbe is bele. Hogy érezted magad? Jó volt. Mit kellett csinálni? Hát megnéztük, hogy hogyan sütik a pizzát, mi is kipróbálhattuk, hogy milyen. Sütöttünk egy-egy pizzát, jó volt. Megnéztük, hogyan kell fővágni, becsomagolni. Dolgoznál ilyen helyen egyébként? Igen, dolgoznék. Miért? Érdekes vagy azért? Mert szeretem a pizzát. Ugyanitt az emeleti panzióban egy csapat takarított, evőeszközöket tisztogatott, és Jászberény számos pontján remek élményeket szerzett a csatlakozó vállalkozásoknak köszönhetően. Fontos, hogy a fogyatékossággal élőkkel szemben fennálló társadalmi előítéleteket csökkentsük, illetve törekedjünk arra, hogy egyenrangú felekként kezeljük őket az élet minden területén. Este közös köszönetnyilvánítással zárult ez a remek nap, ami csupa szép emléket adott a diákoknak. Fantasztikus volt, a gyerekeinknek ez hatalmas lendületet adott, hogy részt vehettek a Nem adom fel napon, és nagyon hálásak vagyunk, mert rengeteg vállalkozás csatlakozott ehhez a megmozduláshoz. A gyerekeinknek az ő kis sérüléseikkel nehéz azért a mindennapokat megélni, és ez közelebb hozta őket a lehetőségeikhez. Az iskola kollektívája hisz abban, hogy minden ember értékes, és a fogyatékossággal élőket pont annyi jog illeti meg, mint az egészséges embereket. Az ilyen szemléletformáló programok pedig arra kellenek, hogy megmutassák a diákoknak, ha nem adják fel, akkor ők is képesek a sikerre és az értékteremtésre. Megjelent a jászsági évkönyv, a 32. alkalommal összeállított kiadvány bemutatóját ez alkalommal a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban tartották meg. Különlegességet jelentett idén, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő térségi antológia most először kizárólag online formában érhető el. 32. alkalommal készítették el a jászsági évkönyvet. Az immár végleges formában elérhető kiadvány megszületését ebben az évben is hosszas előkészítő folyamat előzte meg, igaz már egy jól összeszokott csapat egyengette a kötet útját. Volt benne rutin is, meg ez az egész évben készül, szóval ez valamikor talán az első cikket már megkaptam olyan februárban, jó, és aztán volt az utolsót, meg még alig több, mint egy hónapja. Úgyhogy ez így készül, ez az évkönyv, tehát ilyen görülő megoldással készül. Az egyik legnagyobb változás az antológia több mint 3 évtizedes történetében, hogy idén első alkalommal kizárólag online formában érhető el. Nem anyagi kérdés miatt nem volt, hanem mondom, itt lecsökkent a példányszám. Kevesebben olvassák egész egyszerűen a nyomdai példányokat, és akkor gondoltunk egyet, hogy hát, ha itt több emberhez eljutunk. Nekem úgy tűnik, hogy az ilyen utóbbi 7 visszajelzéséből nem több, hogy már is több emberhez eljutott, mintha csak nyomdai lett volna. A könyv letölthető a jászsági évkönyv közösségi oldaláról, illetve számos partnerszervezet, a szerzők, korábbi aktivisták közösségi felületein is megtalálható az összeállítás. Az évkönyv témái között kiemelt szerep jutott a jászsági pszichológusok életének és munkájának a bemutatása. 10 szerző számos írásban foglalkozott e területtel az idei összeállításban. Nem véletlen, hogy ebben az évben először a Jászberényi Kórház adta a bemutató helyszínét december 5-én délután. Nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak emberek, akiket érdekel, és fontosnak tartja a kórháznak a sorsát, a mi történetünket. Ugye az egyik epizód a pszichológusok a jászságban, a könyvnek az egyik része, és hát itt a kórházunkban nagyon kiváló pszichológusok dolgoznak, 5 vannak, pontosabban 4 és egy mentálhigiénikus szakember, tehát 5 segítő ember dolgozik a kórházunkban, és bátran lehet hozzájuk is fordulni. Nem elképzelhetetlen, hogy folytatása is lesz a közös munkának.
Én azt szeretném, hogyha ez a kórház egy bástyája lenne a mi közösségünknek, és ne csak akkor jöjjenek ide az emberek, amikor betegek, vagy valamilyen betegséggel küzdenek, hanem ilyenkor is tudjanak ránk gondolni, és mi nagyon szívesen veszük az ilyen megkereséseket. A kötet szerzőjeként, tördelő szerkesztőként és a könyvbemutatók moderátoraként egyaránt részt vesz 2009 óta az évkönyv megszületését segítő munkában Busman Éva. Idén sem volt ez másként. Igen, csak széles olvasó közönséget szerintem sikerülni fog ezzel a módszerrel is elérni, és bízunk benne, hogy mindenki talál magának kedvére való olvasmányt és érdekes történetet a jásság berkein belül. Én az idei évben most a pszichológiai rovatban jelentem meg két írásommal, és azért is külön öröm, hogy itt a Jászberényi Kórházban lehetünk, mert innen két fiatal hölgy is nyilatkozott nekem a nyár folyamán, Besenyei Dorina és Gáncsos Turza Rebeka, akik ugyan nemrég végeztek, de nagy szakértelemmel látják el a munkájuk itt a Jászberényi Kórházban. Természetesen az online kötetben sem feledkeztek meg a korábban is létező művészeti, história, örökség rovatokról, továbbra is foglalkoznak helytörténettel, társadalomtudományokkal, alkotókkal, de még biológiai kutatásokkal is. A szerzők újabb generációjának képviselője a Jászárok Szállási szerző Dorina, akinek a kutatómunka kikapcsolódást, hasznos szabadidős elfoglaltságot jelent. Már a főiskolai tanulmányaim során is nagyon érdekelt a kutatás. A helytörténeti kutatásokat pedig egy kicsit sajátoménak érzem Tőzsgyökeres Jászárok Szállásiként. Tavaly a település téglagyárával foglalkoztam, illetve ezt követően arra jutottam, hogy a 20. századi iparát a településnek érdemes lenne feldolgozni. Ugye Jászárok Szállás is egy mezőváros volt, állattenyésztéssel és gabonatermesztéssel foglalkoztak, így a malomiparnak központi szerepe volt a településen, úgyhogy most a középkortól 1950-ig a malmok történetét próbáltam összefoglalni. A könyvbemutatón a szerkesztők, szerzők egyaránt beszámoltak írásaikról, illetve arról a folyamatról, amely egy-egy írás megszületéséhez vezetett. Azt remélik, azzal, hogy immár online formában ingyenesen elérhető kiadványuk, nagy arányban növekszik majd azok száma is, akikhez eljut a jásságot több mint 3 évtizede bemutató antológia sorozat. Műsorunk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Jászárok Szállás képviselőinek kérdéseire válaszolt a térség országgyűlési képviselője az önkormányzati testület legutóbbi ülésén. A felhívások és tájékoztatások ellenére nagyon sok a baleset a jásságban. Megjelent a 32. jássági évkönyv. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes felületeinken, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok!